Úgy mondják a régiek, 1866 fagyásos esztendő volt. Elfagyott még a búza is, és mert nem volt mit aratni, sok volt a napszámos, olcsó volt a napszám. Napi, alig 40 krajcár sován keresett, mégis több a semminél. Volt hát, hogy 40 szegény paraszt is dolgozott az épülő malomnál. 90 nap sem telt bele, elindult a malom, darált és őrölt, őrölt és darált. 9 évtizeden keresztül. Nem repül a nehéz kő, csak körbe-körbe jár. Egy gyenge szellő is elég, s a malom őrli már. Az életet, mert a mag halálából születik majd ételed, közben életed az idő garatján lassan átpereg. És nem marad más, csak a kő, és nem marad más, csak a szél, s az emléked a fiad nevében tovább él. Forog a film és a malom áll, egymáshoz feszül, válhoz vál. Kezek a kezekhez, kövek a kövekhez, közelebb jutunk a végtelenhez. És nem kell más, csak kő, és nem kell más, csak szél. És az ember, aki a múló időtől sosem fél. Nem repül a nehéz kő, csak körbe-körbe jár. Egy gyenge szellő is elég, s a malom őröl már. Birodalmak születtek és buktak el, véráztatta és tűzperzselte Európa földjeit, de a malom járt, darált és őrölt, őrölt és darált, mert mindig maradtak szántóföldek, és mindig maradtak túlélők, akik a megalázott földeket új vetéssel gyógyították. Mert az élethez kenyér, a kenyérhez liszt kell. A vitorla járt, amikor vége lett a nagy háború őrületének, és a megmaradtak ismét csak a malomba hordták az őrülni meg a darálni valót, mert az élethez az új, szabad világban is kenyér, és a kenyérhez liszt kellett. Bagi Ferenc úgy fordította a szélmalomlapátot, ahogy a szél fordult, és a környékbeli gazdák újra összegyűltek őröltetni, daráltatni, híreket és pletykákat cserélni. Amikor túl nagy volt a szél, úgy csikorgott, úgy recsegett a majd évszázados szerkezet, hogy alig hallották egymás hangját az őrlésre várakozók. Aztán, talán nem is olyan hirtelen, túl nagyot fordult a szél, olyan nagyot, hogy azt már nem tudta követni a molnár és a szélmalom vitorlája. Az új rendnek megfelelően a malom, mely eddig a molnár tulajdonában mindenkié volt, az állam tulajdonában senkié lett. És az embereknek nem volt már saját búzájuk, amit őrültetni vihettek volna, és nem voltak saját híreik, amiket várakozás közben szabadon csereberélhettek volna a malomudvaron. És a szélmalom, melyet 90 nap alatt építettek a napszámos kezek, és amely 90 évig őrölt és darált, úgy tűnt, hogy örökre megállt. 5 évtizeden át csak a szél, az eső és a fagy látogatta a malmot. A szél a tetejét hordta szanaszét, és kitartó munkával kifújta a habarc szemeket a téglák közül. Aztán az eső felászatta, a fagy szétrepesztette a kiégetetlen agyagot. Az egykor méteres falak málni kezdtek, a rozsdás lakat az ajtón már csak jelképesen védte a szuvasodó berendezést. De talán mert a jelképek mégiscsak fontos dolgok, a környékbeli lopók elkerülték a régi malmot. Talán a rozsdás lakat tartotta vissza őket, talán tisztelték a hely szellemét, az ok nem lényeges igazán.
Az udvart, ahol egykor gondolatok és jószágok cseréltek gazdát, árványkodások és szerelmek szövődtek, felverte a gaz, és a malom nem őrölt és nem darált többé. Talán a teljes pusztulást várta, talán azt, hogy kedvezőbbre forduljon a szél. Hogy szerencse, véletlen vagy felsőbb hatalom irányítja a nagy szövőszéket, megválaszolhatatlan kérdés. A történet szempontjából nem is lényeges. Azt számít csupán, hogy a 90-es évek vége felé a kiskunságba érkezett egy francia tanárember. Talán a véletlen hozta ide, talán a sors vezette, talán a szél fújta. Alain Guillon rátalált a romos malomra, és a szakadt tető és a málló falak ellenére felismerte, hogy ez az épület jelkép. Alain 1998-ban vette meg a malmot. Az eladást intéző hatóságok legalábbis csodabogárnak tartották, Don Quixote utódjának, főként akkor, mikor közölte, ragaszkodik ahhoz, hogy a vételár azért legyen, akit valójában megillet. Így jutott Bagi Ferenc, az egykori molnár, 48 év után méltányos jussához. Jó másfél évbe tartott, mire Monsieur Guillon igazán birtokon belül tudhatta magát. Visszatért Franciaországba, és egy év alatt kitanulta az ácsmesterséget. Biztos volt benne, hogy előbb vagy utóbb, de szüksége lesz rá. Így kezdődött a malom újjászületése. Eh bien, quand j'ai eu un projet un peu construit, un petit peu élaboré pour le moulin, j'ai eu d'abord l'idée de prendre une année libre, une année sabbatique, pour aller en Hongrie et travailler sur le moulin. Et ça, c'était ma première idée. Mais en fait, très rapidement, je me suis aperçu que c'était très compliqué pour acheter le moulin. Il y avait des complications administratives très très difficiles à éclaircir. Et donc j'ai dit, je ne vais pas reconstruire un moulin si je ne sais pas qui est le propriétaire. Alors je suis revenu en France et je me suis dit, ben, maintenant je vais profiter de ce temps libre pour une formation qui m'intéresse depuis très longtemps, la charpente. Alors je connais le bois, mon père a été menuisier quand il était jeune, je l'ai toujours vu travailler le bois, mais moi je m'intéresse plutôt au gros bois, pas à la menuiserie mais plutôt à la charpente. Et donc j'ai fait une formation ici en France pour obtenir ensuite un diplôme de charpentier. Et ça m'a servi ensuite pour élaborer le projet un peu plus précisément, un peu plus concrètement. Bár a vitorlák még nem forogtak, a malomkő még nem őrült, de az udvar újra megtelt adomázó, beszélgető emberekkel. A környékbeliek ganakodva figyelték a malom körüli mozgolódást. Mondhatni, nem örültek igazán, hogy megjelent itt egy idegen, és a régi malomból szálloda vagy étterem lesz. Aztán egyre kevésbé értették, mi is történik. Hát mindenki úgy van, mint én a környékben, nem tudjuk, hogy mi lesz. Munkagépek helyett hátizsákos fiatalok érkeztek, és a malom felől újra élet, munka és nevetés hangjait hozta a szél. Így, ha lassan is, de a helybéliek is elfogadták és befogadták a holdkóros franciát. És mert nagy úr a kíváncsiság, egyre többen kerültek arra felé. És ott szívesen fogadta őket a furcsa francia férfi, borral és helyjel kínálta a vendégeket. Dijonban vagy Tonerben senki sem tartotta volna különcnek Monsieur Guillont. Ott teljesen hétköznapi szabadidős tevékenység felújítani egy régi várat, kastélyt, vagy éppen malmot. L'Union Nationale Rempart, c'est un mouvement qui représente 170 associations en France aujourd'hui. Et elle est née en 1966, c'est une association qui a été créée en 1966 alors que Rempart en Bourgogne a été créé effectivement un petit peu. Alain Guillon is kapcsolatba lépett ezzel a szervezettel, sőt, létrehozta saját egyesületét is, Vendes keleti szél néven. C'est peut-être à Alain qu'il faudrait poser la question, parce que moi à l'époque je n'étais pas dans cette association, dans la fédération. Je pense que Alain il a rencontré le mouvement Rempart comme toutes les associations ici en Bourgogne et ailleurs en France. Parce qu'elles avaient un site sur lequel elles voulaient travailler, elles voulaient sauver, en l'occurrence là, un moulin. Et pour sauver ce moulin, il fallait qu'elles trouvent des moyens
financier, mais l'argent sans les hommes, ce n'est rien du tout. Il fallait aussi des hommes pour pouvoir travailler, organiser des chantiers de bénévoles pour sauvegarder, restaurer le moulin. Et ce qui est particulier ici, c'est que l'association Vent d'Est, à laquelle participe Alain, c'est la seule association en Bourgogne et une des très rares associations en France qui travaille sur un site ailleurs, à l'étranger, en Europe, par exemple. 2000 nyarán valósult meg az első építőtábor. Az akkor még csak francia önkéntes fiatalokon kívül magyar szakemberek, például a Szentendrei Skanzenmalmának felújítását végző építész is részt vettek a munkában. Elfogultság nélkül nem tudok beszélni arról, hogy egy idegen ember, egy idegen ország fia egy magyar műemléket állít helyre. Az ilyen csak tisztelni lehet. A különös építkezésre természetesen a média is felfigyelt. 2001-ben a Kiskunfélegyházi Televízió Seres Anitát küldte ki, nézzen körül Monsieur Guillonnál. Anita egy riportot keresett, de társat és új célt talált pusztaszeren. Élete azóta összefonódott Alennel és a régi malommal. Néhány év elmúltával követte a férfi Franciaországba is. Így, ha új hazát nem is talált, talán nem is keresett, talált még egy helyet, ahol otthon érezheti magát. Én nem tudtam volna abból az országból elköltözni akkor, ha ne tudtam volna azt biztosan, hogy ilyen erős kapcsolatok maradnak. Akár a családdal, akár fizikai értelemben a malommal, tehát a malomhoz menni kell. Ami nehézséget jelentett benne, az ugye miután a kapcsolat megteremtődött kettőnk között, hogy ugye ő Franciaországban élt, én Magyarországon éltem, és ez így ment éveken keresztül egészen 2005-ig. Már egy hete csak a magára gondolok, siklanak véremben hűs márvány gondolák. Miért akarja, hogy öljenek a gondok? Ölelje magához, vagy engedjen tovább. Ölelje magához, és engedjen tovább. A telefonban, ha hangjára ébredek, úgy kívánom, és lássa, milyen ostobán. Az ajkamba harapok, s a testem remeg. Az ajkamba harapok, és a testem remeg. Bár azt sem tudom, hogy akarja-e vágyam. Ürességbe karol két kifáradt kezem. A vállát csókolom, meg álmában lágyom. A vállát csókolom, meg álmában lágyom. Csak sóhajtson, s kisenyissa a szemét. De ha szeret, majd halkan szóljon utánam. Maradjon, s hallgassa testemben a zenét. Alain és Anita az utóbbi 10 évben legalább 500 000 kilométert tettek meg. Számtalan fiatal megszámlálhatatlan órán át tisztította, illesztette, kalapálta a téglákat. Több száz látogató kísérte figyelemmel az építkezést. És a munka, bár már a végéhez közelít, még ma is folyik. A határtalan és határokon átnyúló összefogás, lelkesedés ellenére egy évtized sem volt elegendő arra, hogy az 50 éves pusztulás nyomai teljesen eltüntessék. Lassan halad, mert a fennálló rendelkezések értelmében a fiatalok 6 órát dolgozhatnak. Most ez a munka azért nem úgy hat, mint egy brigád életébe. Az a lelkesedés, ami Guillon úrban megvan, az átragad mindenkire.
Én nagyon szeretem ezt a munkát, noha évekkel ezelőtt már nyugdíjba vonultam, de amikor szóba került, hogy jöjjek, örömmel tettem. Félre olyan dolgokat is, hogy éppen üdülés. A családom üdülni van, és én meg itt. Ez egy muzeális értékű, és nem csak Pálmanostorának lenne egy gyönyörű élmény turisztikai központ, hanem úgy gondolom a megyének is, és a környező falvaknak, Kiskunfélegyházának is, mert ugye, hogyha igaz, ha az uniós tervek bejönnek, akkor úgy gondoljuk, hogy a határút, amelyek a Pusztaszere és Pálmanostor között van, valószínűleg, hogy megépülhet, és akkor ez egy turista paradicsommá válhat most a környékén. Szeretné létrehozni szerintem egy álmot, fölépíteni valamit, nagyon szép, meg nemes dolog. Mi magunk módján próbálunk hozzájárulni az ő álmához, nekünk is vannak álmaink. Festészetben meg tudunk nyilvánulni, így próbálunk segíteni egymásnak. Egy épületnek nem elég a falait, a berendezését rendbehozni. Ahhoz, hogy újraéljen, vissza kell adni spirituális jelentőségét, közösségben betöltött feladatát is. 1949. október 6-a akkor állt meg, az azóta áll. Nem kellett a TSZ-nek, azt mondták, használjam raktárnak, vagy aminek tudom. Ahhoz, hogy a malomépületből igazi malom, egy csoportnyi emberből közösség legyen, rengeteg figyelem, nyitottság, munka és önzetlenség szükséges. Talán ami engem leginkább szíven ütött ilyen történet, az a malom utolsó tulajdonosának a kilátogatása volt a malomhoz. Ellen ugye többet találkozott vele. Én, mint riporter szembesültem azzal, hogy ott ül egy 90 éves bácsi, aki ebben a malomban még őrölt. Ő nyilván érzi még a liszt illatát a mai napig. Ő a mai napig ott látja a malom körül azokat az embereket, akik régen hozzájártak őrölni, és az az ember sírt. De travail comme ça, un chantier, mais je pense que je vais recommencer parce qu'il y a une super ambiance et on apprend plein de choses, que ce soit sur le pays où on est ou bêtement sur le travail, sur l'architecture, sur ici comment marche un ancien moulin. Donc j'aimerais bien faire ça après encore. Oui. Egy messziről jött furcsa ember elkezdett valamit Magyarország közepén. Megmutatta, hogyan kell romokból felépíteni valamit, ami betöltheti eredeti szerepét. Alors déjà restaurer le bâtiment c'est une chose, en même temps il y a un travail à faire pour savoir comment on va gérer ce bâtiment après, qui va s'en occuper, quel sera le partenaire qui va s'occuper du moulin, et ensuite quand j'aurai trouvé le partenaire je devrai garder les relations avec eux pour le suivi du projet, pour accompagner, et donc ça aussi ça durera un certain temps. Et puis ensuite, eh bien, j'irai peut-être restaurer un moulin à l'autre bout du monde. Az első önkéntes tábort eddig 8 másik követte. 9 nyáron át adták egymásnak a vakolókanalat és a malteros vödröt azok a fiatalok, akiket megérintett Arengion elképzelése, akik érdeklődtek Magyarország élete, kultúrája vagy a malomépítés iránt, vagy akik egyszerűen csak hasznosan akarták eltölteni a szabadidejüket. De reden dat ik hier ben gekomen, ik wilde vrijwilligerswerk gaan doen in de vakantie, omdat ik dan in ieder geval iets zou doen. Dus toen ben ik iets gaan zoeken en toen ben ik bij SIW uitgekomen. Dat is een organisatie die vrijwilligerswerk in Europa doet. En toen heb ik gekeken waar het meest hulp nodig was en dat was in Hongarije. En omdat ik productontwerpen doe als studie, wilde ik graag iets doen waar je met constructie werkt om iets te bouwen. En zo ben ik hier terechtgekomen bij deze windmolen bij Alain. Honfitársaink az útilapú hálózat segítségével kerültek ide. Magyarországon a szervezet formálisan 94-ben alakult, tehát lassan 15 éves, és hát a
mára megváltozott ugye a világ, nincsenek direkt háborúk Európában, tehát a békében mi úgy veszünk részt, hogy nemzetközi építőtáborokat szervezünk, ez nagyon fontos, hogy nemzetközi. És hogy a malom múzeumként vagy oktatási központként, de mindenképpen közösségi élettérként működni fog-e, már rajtunk itthoniakon múlik. Végig dolgokat helyrehozni úgy, hogy utána működjön, és ez tényleg kell, mert nálunk itthon szerintem így minden pusztul szét meg le. Úgyhogy jó, hogy van ilyen. A leendő marketinges, a szabadságát töltő tanár, az építész hallgató és a matematikus mindannyian kivették a részüket a munkából, melyet Allen és édesapja Joel Guillon irányított. Monsieur Joel Guillon kíváncsi volt a malomra és a vidékre is. Fával dolgozó ember, asztalos mester lévén felajánlott a fiának, hogy segít rendbehozni az épület tetőszerkezetét. Minden évben visszatér a malomhoz. Lassan egy évtizede folyik az építkezés. A malmot, melyet alig 3 hónap alatt építettek az évéren vett napszámosok, most önkéntesek állítják helyre. Oui, le moulin, c'est un peu mon enfance, c'est moi qui ai créé ce projet, c'est moi qui l'ai conçu, c'est moi qui l'ai réfléchi, mais comme pour les enfants, on ne fait pas tout seul. Donc il est aussi l'enfant de tous les gens qui sont venus aider, qui sont très très nombreux, soit des Hongrois, que ce soit des gens qui viennent d'autres pays, les membres de notre association en France, Rempart aussi, et j'ai une très très grande liste de gens qui un jour ont aidé. Et donc, ils sont tous un petit peu parents du projet, parents du moulin. Je suis venue parce que j'avais envie de faire... Déjà, je suis étudiante en architecture, donc j'avais envie de faire un chantier ailleurs qu'en Belgique. Et puis j'avais envie de découvrir ce que c'était qu'un vrai moulin, puis connaître un peu plus la Hongrie, que je connaissais pas du tout. Et donc j'ai regardé sur internet, etc. Et j'ai trouvé ce stage avec l'association d'Alain. Et ça m'intéressait, donc je me suis dit pourquoi pas faire ça plutôt que d'autres manières, une autre manière de partir en vacances, quoi, de travailler pour aider. Talán egy nyár, talán kettő, és a malom készen áll majd arra, hogy újra lisztet őrüljön a búzából. Falai, berendezései épek és működőképesek lesznek. Egy kicsit én is épülök ezáltal. Mert egy olyan dolgot tapasztalok meg minden egyes táborban, akár azt a közösségi élményt, hogy tényleg teljesen különböző nemzetiségű fiatalokkal együtt élni 2 héten keresztül, ez nagyon jó dolog. Bah pour moi c'est quelque chose de... J'avais vraiment envie de faire ça quoi, de plus... plutôt que de faire du tourisme un peu bête, juste de voir et prendre les places en photo, c'était d'aller vraiment quelque part et d'y rester pour connaître mieux l'endroit, pour justement s'inspirer, s'imprégner de la culture en y vivant plutôt qu'en passant simplement. Et donc c'est très chouette parce qu'en plus de construire et d'aider Alain à reconstruire son moulin, on aide aussi l'entourage, le voisinage, on rencontre plein de gens et je crois qu'on connaît mieux la Hongrie que grâce à ça quoi. En restant un peu plus longtemps, même si on a l'air d'être en plein milieu de nulle part comme vous l'avez dit. Non, c'est vraiment vraiment intéressant à ce niveau-là. Alain nem beszél magyarul. A környékbeliek nem beszélnek angolul, franciául, nyilván idős emberek. Talán az, hogy közelebb merészkedtek, és most már érdeklődnek, és kíváncsiak, és odajönnek, ebben talán azért volt szerepem nekem is egy kicsit elmélyíteni velük a kapcsolatot, nyilván az ő anyanyelvükön. De vajon képes lesz-e betölteni közösségformáló szerepét? Olyan hely lesz a malom udvar, ahol, mint a régi időkben, érdemes lesz kérdéseket feltenni és válaszokat adni? Ahol az emberek összejönnek, híreket és véleményt cserélnek. Az építők szándéka ez. Alors, c'est impossible de séparer les deux choses. Lorsqu'un bâtiment est vivant, c'est-à-dire qu'il y a une activité, eh bien le bâtiment, il est entretenu. Il est maintenu dans une bonne condition bonne condition physique, bonne condition matérielle. Et lorsqu'on n'utilise plus un bâtiment,
il est abandonné et là il se détruit. Donc la vie et le bâtiment sont intimement liés. De ma, amikor a lisztet már csak a legritkább esetben őrlik szélmalmok, és a hírek talán még ritkább esetben járnak szájról szájra, nehezebb lesz megvalósítani, mint kijavítani a tetőzsindelyezést és újra ácsolni a vitorlát. Amit én a pénzszerzésben tudok segíteni, azok nyilván nekem a magyarországi kapcsolataim. Tehát egyrészt az, hogy én tudok megkeresni embereket, hogy ki miben tudna segíteni. Két szálon fut a dolog, egyik az, amikor pénzt kell szerezni valamire, a másik pedig az, amikor valahonnan valamiféle kedvezményt kell kérni, vagy valami ilyesmi. Hát pont azért, mert én beszélek magyarul, ugye én tudok alen és nagyon sok mindenki más között kapcsolatot teremteni, így aztán állványozó ismerősünk van most már, aki tényleg féláron teljes szívből, szerelemből csinálja ő is. Ő például óriási sokat segít. Nagyon jó ismerőseink, akik az ebédet főzik, nyilván nekik se annyit fizetünk. Tehát ezek mind ilyen apróságok, amik így köré csoportosulnak a Malom projektnek. Et le plus important pour que un bâtiment soit vivant, c'est qu'il soit en lien avec la population qui vit autour. Et ça, c'est très très important. Si les gens qui vivent autour ne s'intéressent pas au moulin, il n'y aura pas d'avenir, il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas de projet. Donc le plus important pour nous, c'est que les gens qui vivent autour du moulin soient intéressés par le projet, viennent voir. On a des relations amicales avec eux et ça, c'est très très important pour l'avenir du bâtiment. Borkóstolókat szerveztünk például Franciaországban, magyar borokból ennek nagy sikere volt. Akkor félegyházi alkotó barátaimat hívtuk ki a Malomhoz, amik képeket ott ők festettek, rajzoltak, azokat nekünk adták, kihoztuk Franciaországba, kiállításokat szerveztünk belőle, ott nyilván árultuk is ezeket a képeket, és ezzel a Malomra fordítandó összeget egy kicsit lehetett növelni, ezzel támogatták az itteniek azt, hogy ott épül egy Malom. Kétféle veszély fenyeget egy álmodozó embert. Az, hogy soha nem éri el magasztos céljait, vagy éppen, hogy eléri azokat. Nem sokára vége Allen és a Malom közös történetének. Kövei őrülni kezdenek, és az idő sem áll meg. És azután, merre fordul a Malom vitorlája? Hova fújja a szél, Monsieur Allen Guyant? Mon père me vaut mari d'appeler moutou me fa garda n'en gardi pas ni uni dous n'en gardi jusqu'à trente et dous. L'herbe d'un grillo, toujours les verdillos, l'herbe d'amour, les verdillos toujours. L'autre est perpéré, l'amour rousse. L'autre s'embrasse, un rhum tous douce. L'autre s'embrasse, un rhum tous douce. Jusqu'à 30.